Miután a 90-es évek közepén a Nintendónak egy valóságos exodusszal kellett szembenézni a nagyobbnál nagyobb sorozatokat, fejlesztőket és kiadókat elszipkázó PlayStation jóvoltából, az NES és javarészt az SNES korszak gerincét adó japán szerepjátékok, ha teljesen nem is tűntek el az otthoni Nintendo konzolok kínálatából, de mindenképp a perifériára szorultak. És bár kézi konzolfronton ezzel a kihívással nem kellett szembenézniük, sem a GameCube, sem a Wii nem tudta visszahozni az egykori dicsfényt. Nem úgy, mint a Nintendo Switch. Az idén már az 5. születésnapját taposó platform a műfaj mekkája, amely nem csupán előző generációs klasszikusok felújításainak tömkelegét tudhatja maga mellett, de impozánsabbnál impozánsabb egyedi fejlesztéseket is. Ezek közül pedig toronymagasan kiemelkedik a konzol generációkon átívelő Xenoblade Chronicles sorozat, amely közel fél évtized várakozott után tért most vissza. A címben szereplő szám ellenére ez egy a saját lábán álló, önálló epizód, amely tesz ugyan utalásokat a korábbi felvonásokra és hivatalosan azok után játszódik, de megértéséhez és élvezetéhez egyáltalán nem szükséges azok ismerete. A történet helyszínéül szolgáló Aionos két nemzetörökös rivalizálásának szintere, ahol a mechanikus technológiát ügyesen kihasználó Kevesz, valamint az étert kiaknázó Agnus vív végeláthatatlan harcot a különleges, csupán 10 évnyi élet rendelkező katonák által, akik életük végén visszatérnek királynőjük oltalmába. A ciklus váratlanul megszakad, amikor a két oldal egy-egy apró különítménye belebotlik egy ismeretlen harmadik félbe, és kiderül, hogy a konfliktust a háttérből mozgatják, a két nemzetet pedig úgy manipulálják kényük kedvük szerint, ahogy akarják. Csak hogy ezzel titokzatos alakok haragját vonják magukra, így üldözöttekként kénytelenek egy csapatba verődni és elindulni a világ egy távoli pontjára, keresve a választ kérdéseikre és a fegyvert újdonsült ellenfeleikkel szemben. A nem éppen szokványos szituációkba pedig nem éppen szokványos karakterek keverednek. A történet során egy 6 főből álló csapatot kell vezetni, azaz 3-3 a két nemzetből. A két rivális csapat meglehetősen gyorsan közös egységbe kovácsolódik, útjuk során pedig ideig óráig szó szerint több mint egy tucat hő szegődik melléjük, így mindig új szereplőket lehet megismerni. A Xenoblade Chronicles 3 elődeihez hasonlóan döbbenetesen hosszú, egész egyszerűen azért, mert világa gigantikus. Alapvetően most sem egy teljesen nyílt világról van szó, hanem hatalmas mozgástérrel rendelkező, de azért meglehetősen lineáris területekről. Ennek megfelelően megfordulhatunk zöldellő dombvidéken, folyókkal és tavakkal tarkított mesevilágokban, erdőkben, az óceán partján és hóval borított hegycsúcsokon. Itt ugyanakkor nem várnak nagy települések, falvak és városok, maximum csak apró kolóniák, melyek alig pár sátorból állnak. Ezekben mellékküldetésekkel és egyebekkel találkozhatunk, ahol lehet főzni, kraftolni és megpihenni is. Ám ezek a nem éppen aprócska zónák sokkal élettel telibbek, mint valaha, köszönhetően annak, hogy mindegyik egyedi élővilággal rendelkezik, előszeretettel támadnak meg minden közelükbe tévedőt. A harcrendszer pedig talán sosem volt még ennyire komplex és összetett. Alapját az eddig ismert az MMO-kat idéző automatikus támadás adja, amelynek során a szereplők a hatósugarukba eső ellenfeleket maguktól ütik elsődleges fegyverükkel. Ezt az artok erősítik meg, melyek olyan aktív cooldown-nal rendelkező képességek, melyek lehetnek támadók és támogatók. Minden egyes kaszt egyedi art repertoárral rendelkezik. Ezek ugyanakkor keverhetők, sőt igazából a hangsúly ezen van. Amint egy szereplő eléri a maximális 10. szintet a maga kategóriájában, szabadon átrakható egy másik szerepkörbe. Ennek hála a történet végére mindenki jártas lehet mindenben, és bárkiből lehet gyógyító, tank, support vagy ezek keveréke, attól függően, hogy miként rakjuk össze az artjaikat, a felszerelésüket, valamint az ezeket erősítő adott tulajdonságokat befolyásoló drága köveket. Ez a rendkívül gazdag és mély karakterépítés és harcrendszer ugyanakkor a minden eddiginél áramvonalasabb irányítása, a több lépcsős tutoriál rendszer, a bármikor elérhető gyakorlásmód ellenére nyomasztóan sok tud lenni. Cserébe viszont a történet végéig tartogat újdonságot, kipróbálni valót, és egyáltalán nem ereszt. Ebben nagy szerepe van a grandiózusan és pompázatosan kinéző, a Switchből tényleg mindent kihozó világnak, ahogy a stabil teljesítménynek és az egészen pazar angol szinkronnak is felejthetetlen módon keltve életre a sokszor sablonos, mégis nagyon szerethető, kifejezetten jól kidolgozott karaktereket, akik valósággal brillíroznak a néha egészen dagályos átvezető videókban. Ahogy a Xenoblade Chronicles 3 maga is teszi. Nem csupán a sorozat csúcsaként, de a platform talán legjobb japán szerepjátékaként követelve a maga jussát, ami miatt tőlünk jól megérdemelt 92%-ot kap. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és ha még többet szeretnétek megtudni a Xenoblade Chronicles 3-ról, akkor kattintsatok a leírásban található linkre a teljes tesztünkért. Köszönjük a figyelmeteket, találkozunk a következő videóban!